Hosszú évek óta tavasszal és ősszel lomtalanítási sorozatot rendez önkormányzatunk a városban. Most a tavaszi sorozat utolsó előtti állomását tartották, több helyszínen is várva a lomtalanítókat. Folyamatosan zajlik a lomtalanítás, hogy két hete vagyunk, ilyenkor tavasszal, illetve ősszel. Most még egy forduló lesz, ezen kívül még két hét múlva csinálunk egyet, és utána nyári szünetre vonulunk el, vagy vonulnak el a lomtalanító brigádok. Most az október 23-a téren vagyunk, a Kallós Dezső utcában vagyunk, a nagy parkolóban, Dózsa György úton, és lent Pálhalmán van egy külön kihelyezett konténerünk. Sokszor elhangzott már, hogy a szemétre szánt lomok mennyisége nem látszik csökkenni. Mezei Zsoltot arról kérdeztük, hogy a tavaszi szezon vége felé járva milyen összegzést tud mondani. Azt látom, hogy az idei évekhez képest csökken, hála Isten, csökken a lomoknak a mennyisége. Most már nem hoznak le nagy bútorokat, már nincsenek ülőgarnitúrák, vannak, de nem olyan sok, mint mondjuk az elején. Szerintem egy olyan 10 000 köbméterekről beszélgethetünk, hogy amennyit ki kellett dobnunk, vagy ki elszállítottunk, és hasznosítottak a Dunanet szakemberei. Ez előbb-utóbb el fog fogyni egy minimális szintre, és ezen vagyunk, hogy ne az erdőbe, ne az út mellé, ne a játszótérre, ne a kiskukára, hanem a helyére tegyük a lomokat, hiszen ezek van valami értéke, ugye a MOL-HU hasznosítja a lomokat, és azt gondolom, most ezt a jó szerződést tudtunk kötni ezzel, hogy kinyitottuk a hulladékudvart, hogy el tudjuk vinni így a lomokat. Szerintem ez működő rendszert fogunk folytatni a következő évben is. Mezei Zsolt is említette a közelmúltban megnyílt hulladékudvart, ahová bárki elhelyezheti a hulladékát. Néhány hónapja a közös képviselők számára az a lehetőség is fennáll már, hogy a lakóházakhoz külön konténert rendeljenek egy adott időpontra. Illetve itt van a szokásos lomtalanítás. Tehát teljes ezzel a dunajvárosi hulladékgazdálkodási rendszer vagy sem. Mezei Zsolt szerint a következő időszakra is vannak még feladatok. Még vannak feladatok. Tehát ezt, hogy a hármat felsoroltad, így azt gondolom, hogy ez sokat segít a helyzeten, de nagyon szeretném még az idei évben elérni azt, hogy minden ház, lakóház, nagyjából minden 10 emeletes ember kapjon külön egy szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ugyanúgy, mint a vidéken, a falusi házas, a családi házas övezetekben, ugyanúgy tudják a város lakók is gyűjteni a konténerekbe. A lomtalanítás június 1-én a belvárosban folytatódik, illetve ezzel zárul majd a tavaszi szezon, ősszel pedig természetesen folytatódik előről.